Érdekes, hogy a K91-es... Hát nekem is, hogy előviszik. Kilőtt az orti. Hogy a K91-es, az kén videójában nézte, 4,7-re le lehet vinni, 907-et viszont nagyon kemény kötvény árán tudom. Jó, hát azért, mert a K91-nek cserébe hátul van a tornya. De a K91-nek van a legjobb DPM-je, medium tankon. Igen. Az a különleges ilyen, mert különben nem játszanak vele, és még így sem nagyon játszanak vele, mert hátul van a tornya. Így játszanak vele, mert ott van a százal, vagy mit tudom, mert azt hiszem valami 7-tel jobb az Object 140-nél a DPM-je. Tehát... Igen. Nem az annyit az ára, meg nem ér. Igen. Annyit nem ér. Miért? Ki lőtt ide? Mi a fasz van, Chieftain? Hogy rohadjál meg, keresztbe fordított. Mert senki nem megy előrébb, csak a 440. Muhak, hangyi, gyere vissza. Pontosan, amit a csávó mond. Menjünk akkor előrébb, menjünk akkor előrébb. 60 TP, torony oldala, lepattan. Á, igen, a 430 oldal páncél. Aha, EBR kerék. Válasz, melyik jobb? Melyik erősebb, az EBR kereke, vagy a 430 oldal páncélja? Nem is tudom. 430-at kifinisheltem. Akkor a kerék. De jó, az oldal nincsen senki. A kerítés az eszi először, mert rendes. Ott azt a négy ember nem akarjátok nem meglátogatni? Nem tudjuk, olyan szépen beálltak, hogy az összes lőszert emészti föl itt a környezet, és lerépáznak. Uh-huh. TVP lerépázik. Nem tudok sebezni. Engem meg itt fognak lerépázni. Nem tudok mit csinálni, buksi. Az összes lőszerem a földbe megy. 2-7 a vízjövőta is 500 fölött itt sebzett. 277 is 500 plusz. Neked is? Shift-én nem megy előre, nem tudunk mit csinálni. Lebontanak. Megy a TVP. Közvetlen közelről képtelen vagyok beütni a tankot. Au. Sőt, eltalálni. Hát lebontanak mi. EB-t nem lehet eltalálni, mert miért is. Aha, az is mellé ment, kurvára. Megöltetek EB-r amúgy. 60 TB teljes test elfedezőket töltve. Nem tudok mit csinálni. Az összes idejövő ellenség engem akart lelőni. Van. 2K lepottanom most utolsó. 60 TP mennyire be van rezelve, az meg full HP. Ja. Lenyűgöző. És lepottan, ezt nem hiszem. Közvetlen közelről pattogok én is a tankokra amúgy. 60 TP küldetés ebben a csatában fedezéket nyújtani az ellenfeleknek, akiket nem sebezze meg. Na, véző. Ha menekülök izén, 25 HP-n. Azt hiszem penetrált engem a tüzérség, ugyanis elvesztettem 1046 HP-t. Persze, nekem... Nem be velem megjön egy 60 TP. Egyéb kérdés? Aha, megjelent egy FV, belém vett 780-at. Ezt nem kellett volna túlélnem, de túléltem az a lényeg. Azt a mindegy. Aha, már csak egy full HP és 60 TP-t kéne megöljetek. Van még egy full HP és 60 TP-nk, ha nem aggódok. Ja, de én nem fogom túlélni. Jó, Karvaj, 27 HP-m van, én 25. Mit szeretnél? Én meg egyedül fogtam, vagy 5 tankot. Jó, csak kettőnknek van semmi HP-nk. De már majdnem meglőttem az életerőmet ebben a csatában. Igen. És inkább ti vetétek fel a sebzést, mint a 60 TP. Nézd hát a 60 TP lóp azt nem csinált, szóval az nem tudok mit varázsolni, nem tudom kitolni az ellenséget, mert ő nehezebb nálam. A tüzérség most el fog tüntetni engem úgyis, hanem a 60 TP. Engem akar. De hát itt tök mindegy mennyi HP-je van a EBR-nek, az szét fog cseszni.
60 TP-t lőd inkább. Beromoltátok egymást? Ja, hát nem vettük észre. Kíváncsi voltam, hogy el fog-e sülni a kibaszott ágyúja végre. Csávónak tényleg az a neve, hogy Chieftain Nisbuff. Ez az akkor egy idő óta volt. Na, megállok lőni egyet, úgy telibe vert, hogy keresztbe fordított maga előtt. Pesten rádudáltam egy nőre, azt mondtam, buksi, nem? Hogy nem engedte kitolatni a üzé Merci Vito mögött volt egy utánfutó, és tudod, az a szar kitolatni, én megálltam, hogy akkor gyere, haver, szabad az út, nincs itt senki. Na, a csunga jött egy Peugeot-s, megállt mögötte, ezt ilyen, mit tudom, fél perc, 20 másodperc eltelt, mondom, oda megyek, szólok már Peugeot-snak, hogy valamit okozzon magával. Oda mentem, rádudáltam, azt ilyen meglepett fej, hogy mi van? Így fölnézett, az a telefon ott volt az ölébe. Mondom, ez mi a szar csinált? Az út közepén autóba ül, telefon, nem engedi kitolatni a másikat, azt még ő lepődik meg, hogy rá van dudálva. Azt se vette volna észre amúgy, hogy elengedi. Ott szerintem biztos, hogy ott üt volna két percig is nyomkodja a telefontani. Simán ki kéne tiltani, amúgy a személyautóba belépsz, és lenne ilyen ban. Ott az ablakon, és jobb egérre kijelölöd a csávót, és bannolod az autóban. Mobilban. Abban a pillanatban eltűnik. Mobilban. Hozzáérsz a telefonhoz és elpukkan. Vagy az. Meglőtt az RBR. Lepattant. Wow. 264. Spottod. Remény, hogy hamarabb felért ide, mint mi. Húga gyors. Nem volt lehetőség. Ott van valaki. Ott van valaki. Ott van valaki. Mi van? Hát TD2-t arra is. Nem lövök a fődbe, az van. Azt lövöm hozzótok. Tehát valakit nyakon csíptem, azt jelenti ez. Addig tudom visszafogni magamat, hogy ne zuhanyjak le az R3-re. Megmondom őszintén. Miért van ott a Super Kong-be? Mert cooldown tank. Boom! Figyelj, én már ne! Én benéztem, hogy hát tud esetleg van valami, amit lehet piszkálni. Ja, yes, ez tényleg, yes, ez. Kritikus, anélkül, hogy bármit is sebeztem volna. Olyan jó, hogy van arti, hogy nem lehet cooldownozni miattuk. Mert ugye kempelni akarok itt a frontvonalon. Az égeti kátlan buksi, amit csinálsz. Ja. Yeah. És téged lőtt a mi arti? Tarkon lőtt a T-92. Egy az egyben láttam, hogy téged találtál. Mi jó, hogy nincsen már csoportsebzés, mert megölt volna. Ez megölt volna engem. De most jön az áttörés. Hát jöjjön. Visszább jössz, azt a TD-ink lőnek. Oké. Okay. De Jagde 100. Nem lő, nem fog rá. Ha nem takarom ki a T-92-t a vésőt. Nem fog lőni. Nem lát rád. Aha, kritikus. Úgyhogy hallod, időbe szólok, nem fogja. Jagdpanzer az egy hülye. Haha! Vigyázz, jönnek körbe. 259-szel. Ja. Meg jön az FV. Elbér meg majd lentről, lövj a nekem. A Bodger az nem tudom, mit csinál ott. Tényleg az mit csinál? Ez is egy másik hülye. Jézusom. Jesus Christ, érkezik az S-100. Nem tud betállni velem, nézd, hogy jön. Másodjára is meglőhetett. És ez honnét tanulta? Honnét tanulta? 500 VN8-al áttöltötte a izzi, képzeld, eljutóan áttöltött repesze és 600-at belelőtt a valagamba. Egyik lövés, a másik után. Ott valaki nem tudja lőni? Vagy legalább előrébb jönne, hogy ne tudjon engem lőni, vagy valami. LBR érkezik a fenekembe. Super Concord kellett volna kinyíljad. Nem láttam rá, mert nincsen az öveksvédésem. De engem figyelt, úgyhogy ki tudtál volna elé menni. Van emellett egy S-100. Az is engem figyelt. Hárman fókuszáltak. Az igen, bazd meg, a tank oldalát célzom. Jaj, ízé, akkor torony oldalára gondoltál, ugye?
Na, az oldalát a cél, az, hogy az oldalát látta, de csak olyan nem, szépen már nem a torony oldalán van a lövésnek a nyoma is. Nálam a tanktesten pattant. Nálam a torony oldalon van a lövés nyoma, szóval valamelyikünk deszinkronizálódott. Más az idővonal. Á, van egy full HP-s jogdelszerzünk, hogy hány lövést adott le, nullát? Hihetetlen. Kettőt. Hallod? Az, és ezt hogy tanítják amúgy meg? Izére, nem tanítják, nincs volt iskola. 500 ilyen nyúlc? Én nekem eszembe nem jutna, mikor headownozok valakivel, hogy áttöttök repesze, mert hogy véletlenül lehet, hogy segget fog nekem mutatni. Becsőre nincs motorja. És ez meg fogta, átöltött és 600-at beleküldött a popóba. Az a vissza... Robbanóva! Ez is robbanóva! Ez is robbanóva! Hát azt a szuperkonkort azt úgy figyelt, hogy én annak hittel az alsó mezéről lepattantam. Robbanó! Early biztos lövedéket betöltöm. Na. Puty! Drag. Több nincs. Nincs early biztos lőszenem. Volt egy darab hitet. Aha. Na, gyere barátom, befoglalunk. Én összepisilem magam ettől a jogdelszáztól. Mert a Badger... Az még mindig megy. Az egy kockány itt ment. Még mindig nincs bent a motor? Szerintem már visszajött a javítóláda. Nincs javítóládája? Nem fogja elkötteni közített rá, mint gondoltál. Ugyan a motorra, hogyha meghal, meghal. Héttel megy, hát az teljesen jó. Én első világháborús tank. Szerintem van valami külföldi videós, aki tanítja ezt, hogyha közel vagy valakihez, hát ha egyszer majd. És majdnem minden rossz játékos ezt csinálja, hogy mész egy olyan tankkal, amit szétszakít a repesz romboló, de amúgy minden tank ellen azzal lő, mikor igen, tervés lenne, bejön neki. Ez a tier 10 stratégia. Repesz romboló. Várjál, 7 kritikus, oké? Okay? Akkor az azt jelenti, hogy GVT GP-vel kell játszani. Jó, hogy előző csatában nem volt artikarbaj. Hát 3. Te még az előség, vagy a csapattárs is engem lőtt. És megkapja a pályát a karbaj. Ja, mert az nagyon jó tüzérpálya, tényleg. Igen. Hát jobb, mint TD-be, erről a spanról egy helyre lehet menni, és onnan is kiszpottolnak. Na, Dakézor amúgy pont elven 90 maraton tart, remélem ő van ott, mert akkor... És néztem két csatáját is, mint egyikben 7 és 12 ezer spotot nyomott. De milyen kis lehet onnan is. Eltalálta az Oli. Liftoff, we have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Give it Tiger Pére, ezt mondani egy picit túlzás. Na, este rájött, hogy oda kéne menni. Tehát nem is neki kéne talán oda menni, hanem egy heavynek, nem? De csak valaminek oda kellett volna menni, hogy felspotolja az Indian Panzer, mi őt fel. Igen. Tőzöm az Indian. Indian, my only friend. A kurva anyád. Aha, én nem tudom a Indian páncert lőni, mert hogy neki van páncélja. És jó kis elengi. Bemelt az a 75 is. Nem áll. Kinek a mikrofonja a doromból? Mi ez? Ja, nyomkodott az ellenséges tüzérség. Mi farolsz? Ah, elég! Jesus fucking Christ, fuck you! Mindjárt visszadolok. Srácok, mostantól rám ne számítsatok counter... Oké, várjál, viszont az nagyon juicy. Ezeket én spottolom itt. Jó, van csak nekem a célzás, az egy millió év. Hol a francban az az 75, hogy nem tudom eltalálni? Indian Panzernek nagyon jó armorja van amúgy. Brutális. Hallod, bazd meg? Felkötöm magam! Hol a csapatunk? Meghalt. Tehát csak 4-en haltak meg. Ja, megint mellém lőttek. Nem találtak el, de mellém lőttek. Ez a G-szor nem lenne olyan, hogy a egy tárból HP-mat kinyom, már rámenni. Ja igen, akit nem tudok eltalálni, mert folyamatosan... Se nem eltalálni nem lehet, hogy se nem átütni.
A háttérbe dőlt a fa is, ott a szigeten, félszigeten, vagy mi az. És az arti akkor is rám lő, amikor csak a kibaszott sziklát tudja eltalálni. De csak azért is rám lő. Szép rajta ütés volt, Zoli. Nem menekült estél? Úgy néz ki. Valószínű. Nem kellett volna neki. Ott van még? Ott van, ott van, ott van. De az RH-mink hogy lát rá a G-sóra, amikor egy kúra rám látok rá? Teljesen más szögek vannak a domb különböző pontjain, Buksi. Elég nagy a távolság, tehát azt... De én sose láttam Zoli rá. Zoli a mindegyőzetem mindent belőle. Most javítottam meg a rohadt tankomat, hogy egy lövéses legyek a nyomorút kis G-sornak. Megadta. Figyeld, figyeld, hátha... Figyeld, hátha! És geci lepattanok róla! 16 HP! Na, az ágyját látom. 16 HP, seggel át, hallod? Azt se tudta, hogy jövök. És beadta neki, lőj oda egyet karva, létsze sziklának. Zoli! Ide. Meghaltam, Zoli! Zoli? Ja, ja! Azt rúha! Megölt engem az indián pancer. Megmondom aha, őszintén. Engem meg kiszpottol az ERC. Úgy éreztem itt magamat, mint Stalingrádban életek most. Olyan volt ez a hálód itt közében. Nem, hát ilyen kétségbe esett volt az egész. Ott van, ott jön kupa 29, 9, 5, 9, 6. Azt a mindenit. Miért fej... Ja, mert ő nehezebb. Ó. Oh. Na. Két ha... Két haver. Olasz és franc. Az igen, nem a... Ne szopass már, hogy benne maradt 46 HP! De. Ez mi? De. Ez mi? Persze, el is hiszem, bazd meg. Ilyen randomot még sose basztam. Nem tudtad belőle kinyomni a margarin. De rajta voltam, bazd meg, semmi. Ilyen tankok. Panther, 100 HP, GSR 16, elven 46. Buksi, addig nem kapsz új fogkrémet, amíg van a tubosban. Nyomd ki rendesen. De. Hallod, E100-ban nagyobbat romoltam volna ilyen szögből, tehát... Ennyi. Ennyi. Figyelj, Panther 2 408-a lehozta. Fanus Hero? Fú, de jó. A hínes hős. Amúgy lementettem, mama skill egymás után, amit néztem, 10 bukót ment, de olyan, hogy ilyen 500-akat sebzett benne. Azt mondja, hogy hát mindjárt az lesz, hogy belefejelek a képernyőbe, a monitorba, és Alt F4-en kivegyek én itt a francba, nézek valami nyugtató sorozatot, azt itt hagyom. Átmentem a Kiki Baby-nek, az még rá volt támaszkodva az asztalra, az fogta a fejét. Kb. Egy héttel ezelőtt 55%-os winrate-em volt a GTP-vel, azóta csak vesztek vele. 45-re lement, úgyhogy van vele 100 plusz satán, tehát az azért... De be kell hoznod, hogy megkapjuk a Mind Spy-át. Persze.